Üdv mindenkinek, J.V. Cooper vagyok, és szeretettel köszöntelek titeket a J.V. Cooper History legújabb adásában. Törpék, koboldok, manók. Ugyan ki ne hallotta volna már ezen kifejezéseket, és ki ne ismerne legalább egy olyan történetet, melynek a főszerepében egy apró, varázslatos erejű, emberszerű lény szerepel, legyen szó népmeséről vagy egy monumentális mozifilmről. A mai epizódban egy meglehetősen szerte ám annál iszkalmasabb és rejtélyesebb témakör kerül bemutatásra. Mi lehet az oka, hogy jóformán a világ összes nemzetének mitoszaiban hallhatunk titokzatos apró emberkékről? Hogy lehet az, hogy a korai időkben egymásról mit sem tudó, más-más kontinenseken élő törzsek mind megemlékeznek kisméretű, hol jóságos, hol gonosz, pici teremtményekről? Lehetséges, hogy a világunkat korábban apró népek garmadája népesítette be, és ezek a kis lények a Homo sapiens térhódításával egyre inkább buja erdőségekbe, homályos barlangokba szorultak vissza. Milyen írásos feljegyzések, illetve régészeti leletek bizonyíthatják ezt a felvetést? tartsatok velem, és eredjünk együtt a titokzatos apró népek nyomába, de igyekezzünk, mert a róluk szóló legendák szerint ezek a kis emberek elképesztően fürgék, ezért siessünk, el ne tűnjenek a szemünk elől. Pincében sikerült elfognunk ezt az apró élőlényt. Bőre teljesen fekete volt, és semmilyen nyelven nem beszélt. Elengedtük, hogy lássuk, mit csinál. Visszatért a pincébe, ahol találtuk, felemelt egy követ, és bebújt egy olyan kicsi alagútba, ahová senki sem tudta követni. Az alagútat lezártuk egy keresztel, és az ügy ennyiben maradt. Egy szerzetes feljegyzése egy különös esetről egy német kolostorból, 1138-ból. A baziatik üreglakók az egyiptomiak kocsiról és lóról vadásznak rájuk, mert ezek a barlangi törpék páratlanul gyors futók, a leggyorsabbak a világon. Beszédük olyan, mint a denevér súrogása. Hérodotosz, görög történetíró beszámolói egy apró, barlangi törpe populációról. Snor és Asfrid szomorúan indultak egy tavaszi napon az erdőbe gyógynövényeket gyűjteni. Kis húguk súlyosan feküdt otthon, Lász gyötörte. Órák óta barangoltak a sűrű erdőben, minden eredmény nélkül. Azonban a testvérpár legnagyobb örömére találkoztak egy csapat törpével a kicsinke, szőrös, állatbőrökbe öltözött szakálos kisemberek szíve megesett a szomorú testvéreken, s mivel a törpék az erdei növényzet nagy ismerői, így hamar gyűjtöttek egy halom gyógynövényt, amitől a beteg kislány meggyógyult. Ez a skandináv történet csak egy kis szelete az úgynevezett apró népek elképesztő és hihetetlen legendáinak, mitoszainak. Számos kutató, népi hiedelmeket tanulmányozó szemévéli úgy, a mondákban, népmesékben, történelmi feljegyzésekben szereplő apró emberek nem a mesemondók képzeletében, hanem hús-vér valójukban létezhettek. Említettem már többször is, minden legendának van némi valóság alapja, és az biztosan nem lehet véletlen, hogy a világ szinte összes népénél találkozhatunk olyan legendákkal, melyek pici emberkékről, törpékről, gnómokról, koboldokról szólnak sőt, számos kultúra hiedelme szerint a világot a ma ismert emberek előtt apró termetű teremtmények népesítették be, azonban a homo sapiens egyre nagyobb térhódítása miatt ezek az apró népek kénytelenek voltak az erdők sűrűjébe, barlangokba vagy föld alatti alagút rendszerekbe visszahúzódni, ezek a kis lények pedig időnként interakcióba kerültek az emberekkel, ezen találkozások pedig a törpékről szóló legendák kialakulását idézhették elő. A pügmai oszok egy állítólagos törpenép, mely valahol Etiópiában vagy Egyiptom déli részén élt, ezen kis lényekről a görögök már a Krisztus előtti 5. században is beszámoltak. Számos mondában regében feltűnnek ezek az igen harcias, apró teremtmények, úgy mint az Iliászban, de Héraklésznek a görög mondavilág egyik legismertebb hősének is meggyűlt a baja a pügmai oszokkal, midőn Afrikában járt, a kis lények megtámadták alvás közben és meg akarták kötözni. Egyébként az ókori görög pygmaios szóból ered a mindenki által ismert pigmeus kifejezés. A pigmeusokról a későbbiekben lesz egy külön fejezet, egyenlőre maradjunk a régi korok mítoszainál. Ha már Afrika, Egyiptomban több hieroglifa is arról tanúskodik, hogy évszázadokkal ezelőtt egyiptomi főurak vadáztak egy afrikai, apró népcsoport tagjaira, akiket, mint azt az előzőekben hallhattuk, Hérodotosz Baziatiknak hív. A germán mitológiában százszámra tűnnek fel föld alatt vagy a hegyekben lakó törpék, akiket a különféle dialektusokban, tartományokban különböző neveken ismernek. Dverg, tverg, a germánok azonban több más apró népet is megkülönböztetnek, mint például az elfeket vagy a koboldokat, akik apró termetük ellenére nem voltak azonosak a szakállas, föld alatt élő dvergekkel. A varázslatos Írország talán egyik leghíresebb, gonoszkodó, csintevő kis teremtménye a leprekán, vagyis az ír kobold, akit általában apró, vörös szakállú, zöld kabátkát viselő lényként ábrázolnak, és akinek a megjelenő szivárvány végében van elásva az aranyakkal teli edénye, melyet úgy őriz, mint a két szeme világát. Különös módon okori feljegyzések nem találhatóak ezen koboldokról Írországban, a középkortól kezdődően terjedt el ezen lény alakja az ír folkorban. Viszont egy fár dárig, azaz vörös ember nevű kicsi, csintevő és rémálmokat okozó törpe szerepel az ír mitológiában. Egyesek úgy vélik, ezen kicsi, vörös emberkék modern alakja lehet a zöld kabátot, aranyát védelmező leprekán. A spanyol portugál, illetve filippínó népek mitológiájában, mitoszaiban duendeként ismerik az apró, humanoid szerű teremtményeket. Különös módon ezek a népek szintén többféle apró népet különböztetnek meg. Az enánoszok a föld alatt, az apabár dexuk a hegyekben, a diánoszok pedig az emberek háziállatok közelében élnek, éjszaka aktívak, és fel tudják venni más élő lények alakját. Ez figyelemre méltó párhuzam az indián mitoszokban szereplő körökkel, akik olyan képességű embereket takarnak, akik át tudnak alakulni például préri farkassá, pumává, kutyává vagy medvévé. Ha már indiánok, Észak-Amerika őslakosai kis embereknek nevezik azon lények csoportjait, akik a dombok között, az erdőben vagy a nagy tavak környékén élnek. Az indiánok a leírásaikban gyakran szőrös arcú törpének nevezik ezen kisembereket, akiknek a megítélése törzsenként változó, egyes mitoszokban rossz, más legendákban jó indulatúak. A közös hiedelem az a törzsek között, hogy óvakodni kell a kisemberektől, mert amazok nagyon gyorsak és könnyen borsot törhetnek az emberek orra alá. És a sort a végtelenségig folytathatnám. Az Észak-Japán szigeteken élő ainu népek folklóriában Korpokkúr, az azték legendákban Sörek, a maják mitoszaiban Alux, a skótok regéiben Browninak hívják az átlagos emberektől jóval kisebb, piciny emberkéket, míg további mitológiák szellemszerű lényekként ábrázolják őket egyetlen közös vonáshoz apró termet. A törpék legfőbb eredeztetése a kelta hagyományokból, elbeszélésekből ered, a germán skandináv népek korabeli feljegyzéseiben is sűrűn feltűnnek, de az angol és ír mitológia is fő központja a törpék, koboldok, kicsi tündérek létezésének, de a norvég, svéd, görög, római és egyiptomi gyűjteményekben is számos törpékről szóló történet lelhető fel, Amerika őslakosainak kisembereiről nem is beszélve. Ezek a mitoszok bár sok mindenben eltérnek, több közös pontjuk is van. Ezek az apró népek erdőkben, hegyekben, bányákban, föld alatti alagutakban, járatokban élnek, és több nép legendája is úgy tartja, valaha nagyon-nagyon régen ezek a kicsi lények népesítették be a földet, azonban az ember egyre nagyobb hódító törekvései miatt húzódtak a föld rejtett zugaiba. A törpék leginkább Európában voltak honosak, de éltek kolóniáik Afrikában, Amerikában és Ausztráliában is. De vajon van -e erre bármiféle bizonyíték az igencsak figyelemre méltó legendákon kívül is? Mielőtt megismerkedünk jelenleg is élő, illetve valószínűleg már kihalt állítólagos törpenépek fosszíliáival, régészeti leleteivel, ismerkedjünk meg az ókori és a középkori emberek törpékez való viszonyával, illetve az egyiptomi, úgy nevezett törpe kultussal és a liliputi emberek létezésével Azt nagyon fontos leszögezni, hogy az ókori emberek nemzetiségtől, országoktól, kontinensektől függetlenül az esetek nagy többségében, mint természeti népekről számoltak be, és teljesen természetesnek vették a létezésüket. Szó sem volt mágikus erejű lényekről, gonosz szörnyecskékről. Jóformán az összes feljegyzés emberszerű humanoidokról tesz említést, akik nagyon gyorsak, és az emberek elől bujkálva töltik életüket. Varázserővel már az érett, illetve késő középkori emberek ruházták fel az apró népeket. Körülbelül a 11. századtól kezdődően jelentek meg a népességben többnyire csintevő, ám de jóindulatú, csodálatos lényekként a 15. században pedig a könyvnyomtatás által széles körben elterjedtek ezen kis lényekről a különféle irodalmi alkotások, így a literatúra alaposan hozzájárult ahhoz, hogy az ókor, újkor utáni generációk már totálisan mitikus anomáliákként azonosították az apró népeket. Például a kokáért az Izlandon a 13. század elején keletkezett Prózai Edda című skandináv tankönyv a törpéket szinte halhatatlan teremtményekként mutatja be, akik torsztesten rendelkeznek, és ér ahhoz, hogyan lehet legyőzhetetlen fegyvereket és mágikus erejű ékszereket kovácsolni. Az 1200 körül íródott Nibelung Lied című epikus vers egyik főhőse, egy Alberic nevű természetfeletti erővel rendelkező kis törpe, aki Nibelung király kincseit őrzi, Áberik mágikus hatalmának segítségével az elfek felett is uralkodik. Azt hiszem, senkinek sem kell bemutatnom Jacob és William Grimmet, a Grimm testvéreket, akik az 1800-as évek elején számos folklort és népi mondát gyűjtöttek össze, majd adták ki ezeket. Kétségtelenül az egyik legismertebb meséjük az 1812-ben megjelent régi európai mendemondákból álló gyűjteményükben található, ez pedig a hófehérke és a hét törpe, majd az ezen folklórból készült 1937-es Walt Disney film már abszolút a mesék világában Taszította a törpéket, így szép-lassan az irodalom és a filmvilág térhódításának köszönhetően abszolút feledésbe merült, vajon az ókorból miért találhatunk számos feljegyzést a természetben élő, apró, humanoid emberkékről. Most viszont igyekezzünk kilépni a mesék világából, és visszatérni a valószínűsíthető tényekhez. A Krisztus előtti évszázadokban az egyiptomiak a törpéket, törpenövésű embereket égi, égből érkezett embereknek tekintették, így ezek az apró emberek magas társadalmi pozíciókat élvezhettek, nagy tisztelettel bántak velük, közvetlenül a királyi háznál szolgáltak. Ezeket az apró embereket denegeknek nevezték, ami kisembert jelent, és számos hieroglifán, illetve szobron ábrázolták őket. Híres példa az egyiptomiak törpék iránti megbecsülésére a Szenebnek hívott ókori egyiptomi hivatalnok, aki időszámításunk előtt 2500 körül élt az óbirodalomban. Az egyértelműen törpenövésű férfi papi címeket viselt és hatalmas vagyonnal rendelkezett. Szenebet egy alkotáson például átlagos termetű feleségével örökítette meg egy ismeretlen művész, Szenep törökülésben ül, két gyermeküket pedig a két kis figura szimbolizálja. A szoborcsoport különlegessége, hogy az óegyiptomi korban ritka volt a családi ábrázolás, illetve hogy jelenlegi tudomásaink szerint az egyiptomi képzőművészet valósághűen hitelesen adta vissza azt, amit megtapasztaltak, így kétség sem férhet hozzá, hogy szenebb valóban egy törpe volt. Szintén figyelemre hogy az óegyiptomiak több törpe istenséget is imádtak, akik közül a legfontosabb Besz volt. Besz az anyák, gyermekek és a szülés védőszentje volt. Különös módon Bess-t az összes ábrázoláson nagy fejjel, kicsi törzsel és kis lábakkal, karokkal örökítették meg az egyiptomi művészek. Elképesztő, de törpe ábrázolásokat már időszámításunk előtt 3100-ból találhatunk, méghozzá egy igen dicső helyen. Umekaában, az egyiptomi Abidosban, mely terület az ókori Egyiptom isten tiszteleti helye volt. Az itt fellelhető faragott domborműveken normál testalkatú és apró embereket láthatunk, a különlegességük az, hogy még a magas emberek egyszerű ruhákat, addig a törpe figurák papi arany galérokat viselnek, mely újfent arra utal, az ókori Egyiptomban igen megbecsült státusza volt ezen apró embereknek. Mivel az egyiptomi művészet többek között a realitásra is helyezte a hangsúlyt, így kutatók azt feltételezik, hogy ezek az apró emberek valószínűleg törpizmusban, genetikai rendellenességekben, például akondropláziában szenvedhettek. Azt már régóta tudjuk, hogy az úgynevezett törpenövés alacsony testmagasság előfordul embertársaink körében. Ezt a határt orvosi értelemben 147 cm-ben állapíthatjuk meg, aki felnőtt korában nem éri el ezt a testmagasságot, az törpe növésűnek számít. Jelenlegi ismereteink szerint legalább 200 különböző állapot és betegség járhat törpenövéssel, ezeknek két fő csoportját különböztethetjük meg. Aránytalan törpenövés, amikor a különböző testméretek nincsenek arányban egymással, ezeket főleg csontfejlődési zavarok okozzák, illetve az arányos törpenövés, amikor minden testrész egyforma, és az illető teste arányosan kisebb, mint más embereké. Ezen zavarokat az esetek többségében az akondroplázia okozza, ez a betegség örökletes, egyetlen génhiba okozza, és két átlagos termetű szülőnek is születhet akondropláziás gyermeke. Másik ismert fajtája a törpenövés okozójának, a Spondylopiphyssealis diszplázia, rövidítve SCDC, ezt szintén egy génmutációja okozza. A törpenövés számos típusát jelenleg lehetetlen is megakadályozni, sőt néhány ritka esetben előfordul, hogy az sem világos, egyes embereknél miért fordul elő. Változó, hogy az ilyen apró embereket hogyan ítélték meg egyes országokban és korszakokban, volt, ahol magas társadalmi pozíció és szeretet övezte őket, míg előfordult, hogy utálatta utálattal kellett szembenézniük. Ezen utóbbi szomorú események miatt ma már sokan sértőnek érzik a törpe kifejezést, inkább a kisember vagy liliputi ember kifejezést preferálják. Jonathan Swift angol születésű ír politikai és szatíraíró Gulliver utazásai című regénye nyomán szabadon, mely írásban az apró népek egy liliput nevű vidéken élnek. Azonban például az 1993-ban elhunyt híresség, színész és festő Ervi jean pierre Wilshav, akit többek között a 74-es James Bond filmből, az aranypisztolyos férfiból ismerhetünk, rendre a törpe kifejezést használta magára, úgy vélte, a kifejezés egyáltalán nem volt sértő. Egyébként számos kisnövésű ember vetette meg lábát Hollywoodban. Danny Woodburn, Warwick Davis vagy Gary Coleman. Tehát, mint említettem, egyes kutatók úgy vélik a törpe legendák kialakulásáért ezen törpenővésű emberek a felelősök, hiszen minden népcsoportnál születhettek ilyen génmutációkkal emberek. Ez abszolút reális is lenne, azonban ne feledjük, az ókori feljegyzések konzekvensen több faját különböztetik meg ezen apró embereknek. Arról nem is beszélve, hogy a törpenövésű emberek városokban, falvakban éltek, míg a feljegyzések erdőkben, barlangokban élő, apró embercsoportokról szólnak. Az szintén különös, hogy míg Herodotos arról számol be, hogy a baziatiknak elnevezett apró embereket vadázták Egyiptomban, addig az óegyiptomiak szinte istenként tisztelték őket. Tehát bizonyos, hogy a legendák kialakulásáért nem csak a különböző civilizációkban élő törpenövésű emberek, hanem a civilizációkon kívül élő törpe emberkék is felelősek lehettek. De vajon miféle népség voltak világszerte ezek az apró emberkék? Egyesek úgy vélik, az Afrikából származó pigmeusok, ám ezen elmélettel is több probléma van. A pigmeusok közép-Afrika őserdeiben élnek, mint például Kamerun, Etiópia, Tanzánia, Ruanda vagy a Kongói Demokratikus Köztársaság. Jelenleg őket tartjuk a föld legkisebb termetű népcsoportjának, a pigmeusok több népre tagozódnak, úgy mint az Efe, Buti, Aka és Kvatörzsek. Átlagos testalkatuk 140 cm és vadászó, halászó gyűjtögető életmódot folytatnak. A genetikai vizsgálatok kimutatták, hogy a pigmeusok a homo sapiens legkorábbi képviselői. Egy őket kutató antropológus így lelkendezett róluk. Öregebbek, mint a Sphinx, öregebbek a piramisoknál, öregebbek a bronznál. A pigmeusokat kutatók megállapították, ezen népcsoportok elképesztő spirituális és érzelmi egészséggel rendelkeznek, egyik legismertebb tanulmányozójuk Jean-Pierre Hallett belga néprajz kutató volt. A férfi beszámolt arról, hogy a természetközeli népeknek mennyire élesek az érzékeik, nagyon fürgék és gyorsak, és nagyon nagy tisztelettel és szeretettel bánnak egymással. Bernie Siegel orvos így írt róluk. A nyelvükben nincs kifejezés a gyűlölet és háború szavakra. Ha a világ gyermekeinek egy generációját annyira szeretnék, ahogy a pigmeusok az övéiket, a világ megváltozna, a bajok eltűnnének. A pigmeusok eredete jóformán ismeretlen, annyit tudhatunk, a pigmeusok nagyjából 60 ezer évvel ezelőtt váltak külön a többi afrikai népcsoporttól, viszont a pigmeusok korai gyökereiről alig maradtak fent foszíliák, illetve egyéb leletek, emiatt genetikai történelmük jelenleg rejtély. A feltételezések szerint a pigmeusok korabeli ősei lehetnek a felelősek a világszerte elterjedt törpe, manó és kobold mítoszokért. Erre utalhat, hogy például a Krisztus előtti negyedik században, amikor a persa király orvosa Tésziász Afrikában járt, egy 392-ben megjelent könyvében fekete törpékről ír, akik csak két könyök méretűek. Mivel, mint említettem, több társadalomban is népszerűek voltak a törpenövésű emberek, ezért egyesek úgy gondolják, az Afrikát meglátogató, különféle hajózó népek különlegességként gondoltak a pigmeusokra, akiknek egyes egyedeit elfogták, majd különböző országok uralkodóinak vitték őket ajándékba, ahol azután olyan udvari törpékként szolgáltak, majd idővel a kicsi, fekete emberek híre elterjedt az egész világon. Ez sajnos azonban nem kielégítő magyarázat, ugyanis több korai ókori beszámoló egyértelműen különválasztja a pigmeus népcsoportokat, a például surrogó hangot kiadó baziatiktól, akikről már tettem említést, vagy például az alaposabban dokumentált kabiroktól. A titokzatos kabirokról legelőször egy időszámításunk előtt 1400 körül élt föníciai író, bizonyos Száncsuniáton tesz említést. A kabirok az író, illetve más görög történetírók szerint az égei tengernél található Szamotraké szigetén éltek. Eredetükről semmit sem tudni, ugyanis a görögök már ott találták őket, amikor a szigetre megérkeztek. A kabirok a szabad ég alatt sziklák között éltek, igen jó halászok voltak és a hajózás mesterei. Sajnos nagyon kevés kabir ábrázolás maradt fent, ugyanis a keresztény élet római császárok elpusztították az úgynevezett pogánykorból származó relikviákat. Viszont szerencsére nem mindent sikerült megsemmisíteni, és ezen ábrázolások igen rendkívüli emberkéket mutatnak be. Csúf, harcias törpéket, hiszen a végtagok alakjából arra következtethetünk, a kabirok nem normál testalkattal rendelkeztek, ezen a pénzérmén például egy kígyót szorongató kabír férfit láthatunk. Az ókori feljegyzések a kabirokat szellemileg felsőbbrendűnek ábrázolták a többi embertől, ez pedig összecseng az Egyiptomban szinte istenként tisztelt denegekkel. Az a külalakot és a leírásokat megfigyelve biztos, hogy nem az őserdőkben élő afrikai pigmeusokról lehet szó egyik esetben sem, hiszen a kabirokat vöröses, sárgás, bronzbőrűeknek írják le, míg a pigmeusokat egyértelműen fekete bőrűnek említik a feljegyzések a kabirokkal kapcsolatban kutatott az 1773-ban született angol teológus George Stanley Faber is. A férfi meg volt arról győződve, hogy minden pogány nemzet ugyanazokat az isteneket imádta, akik valójában istenített emberek voltak, mint például az óegyiptomiak esetében a különböző törpe istenek, mint például Besz, erről ír hosszasabban és részletesebben a Pogány Bálvány Imádás Eredete című 1816-os művében. Féber a kabirok misztériumáról is írt, egy két kötetes írása jelent meg ezen állítólagos törpe népről 1803-ban. A kabír elmélet szerint ezen apró nép nem csak Afrikában, illetve Görögországban tűnt fel, hanem más kontinenseken is, hiszen, mint említettem, a feljegyzések szerint a hajózás mesterei voltak, partra szállhattak például a mexikói Jukatánban, Máltán, Szardínián, jóformán mindenhol megfordultak a világon. Feltételezhető, hogy fémbányászattal, fém megmunkálással is foglalkozhattak, és talán emiatt olvashatjuk számos nép mítoszaiban a bányában élő kovács mesterséget űző törpék legendáit. Viszont a sürgő forgó kabirokra ismeretlen okok miatt vadászni kezdtek az ókori emberek. Például Egyiptomban az új királyság idején, Krisztus előtt 1550 és 1070 között a korábban istenített törpéket már nevetséges módokon ábrázolták, és több fent maradt papírus szövege szerint a törpék igencsak veszítettek társadalmi státuszukból. Talán a titokzatos kabirok túl értelmesnek bizonyultak, ezért az ókor embere száműzte őket az erdők mélyére, ahol aprók kis vademberek váltak. Tehát ha a pigmeusok valamennyire hozzájárulhattak is az apró népek mitoszához, az biztos, hogy egyéb, talán eddig még felfedezetlen, apró emberfajok is ludasak lehettek a dologban. Az, hogy leletek nem lelhetőek fel róluk, amiatt nem százszázalékos érv, hiszen, mint említettem, a pigmeusok elődeiről sincsenek ilyen fosszíliák, ám ezen aprócska népcsoport napjainkban is él és virul Közép-Afrikában. Felmerül a kérdés, vajon az afrikai pigmeusok az egyetlen törpenövésű embercsoportok világunkban? A válasz természetesen nem. Délkelet-Ázsia, illetve az indiai óceán északkeleti részén található szigetcsoportok, az Andamán szigetek egy, az afrikai pigmeusokhoz hasonló, alacsony termetű népcsoportnak adnak otthont. Ők a negritók. A negrító kifejezést a 16. században az apró néper találkozó spanyol misszionáriusok hozták létre, jelentése kicsi, fekete ember. A negritó egy gyűjtő név, mely számos népcsoportot foglal magába, mint például a jaravákat, az ongékat vagy az atikat, ezen kis emberek megtalálhatóak még például a Fülöp szigeteken vagy a malajziai félszigeten. A negritók jellemzői a következők, figyelem, ismerősek lesznek ezek a mondatok. Körülbelül 140 méter cm magasak és olyan hegyvidéki vagy erdős területeken élnek, melyek nehezen megközelíthetőek, hozzáférhetőek. Kiváló vadászok és gyűjtögetők, és a pigmeusokhoz hasonlóan elképesztően gyorsak. A negrító apró népek eredete is bizonytalan. Történészek úgy vélik, délkelet kelet ázsiából terjeszkedhettek, vándorolhattak tovább például a Fülöp-szigetekig, egyik népcsoportjuk az Aeták körülbelül 13.000-10.000 évvel ezelőtt érkezhettek a Fülöp-szigetekre, amolyan emberi hidat hoztak létre a kontinensek között, azonban erre jelenleg még nincs megfelelő számú bizonyíték. A genetikájuk is azt sugalja, a negritók nem igazán hasonlítanak az afrikai társaikhoz. Az viszont a leletek alapján szinte biztos, hogy ezek az apró emberek jóval korábban feltűntek az említett térségekben, mint átlagos méretű embertársaik. A Himalája lenyűgöző tájain is él egy kis népcsoport, akiket taronoknak vagy kelet-ázsiai pigmeusoknak is neveznek. A taronok a Himalája lábánál elterülő, milyen már sűrű, erdőkkel borított havas hegyei között élnek, és átlagosan 1,20-1,29 29 esre nőnek meg. A taronokat súlyos csapások tizedelik. Rendellenesen született csecsemők, mentális betegségek, pajzsmirik problémák, ezért az apró emberkék száma folyamatosan apad, jelenleg ők az egyik legveszélyeztetettebb emberi populáció a világon. A taronok eredete szintén homályba vész, jelenlegi feltételezések szerint eredetileg az 1800-as évek elején kerültek a Himalájába, Kínából, és egy derung nevű szintén alacsony termetű etnikai csoportból származhatnak, de ez teljes egészében nem tisztázott. Hozzáteszem, a derungok eredet története is a tudomány számára hivatalosan ismeretlen. Az 1900-as években röppent fel az igencsak döbbenetes hír, főleg Joseph Benjamin Burcell antropológus kutatásai során, miszerint Ausztráliában, a Queenslandnél található Cairns nevű várost körülvevő esőerdőkben legalább 12 negritó és pigmeus szerű törzsél. Ezeket az emberkéket, akik ténylegesen kisebb növésűek voltak a többi Ausztrál őslakostól, barineáknak nevezték el. Börcel, illetve egy Norman Tindél nevű ausztrál antropológus azt feltételezik, hogy a barineák genetikailag szorosan kapcsolódhatnak a negritókhoz, őseik pedig a Pleistocén korszakban, Sahul kontinensén a legelső őslakosok lehettek. A Pleistocén korszakban a Sahul Ausztráliát Új Gineával és Tasmániával kötötte össze. Hogy a Sahult mikor népesítették be először emberek, napjainkban is vitatárgyát képezi a régészek között, egyesek úgy vélik 50-70 ezer évvel ezelőtt, míg a másik tábor szerint valamikor 45 ezer éve tűnhettek fel legelőször emberek a térségben. És feltételezhetjük, hogy ezek az emberek igen aprócskák voltak, akiket végül a termetesebb, újonnan érkező betolakodók egyszerűen kiszorították vagy elűzték a területről. Börcel kutatásait alátámasztani látszik a tény, miszerint a queenslandi őslakosok mitoszaiban már régóta szerepelnek kicsi, vörös emberekről szóló történetek, akik mélyen az esőerdőkben élnek, ezeket az apró népeket Dinteriknek hívták. Azonban hivatalosan nincs elismerve, hogy a barineák egy különálló népcsoport lenne az ausztrál lakosoktól, egyesek szerint ennek politikai okai is vannak, hiszen ha kiderülne, hogy valóban az ő felmenőik tartózkodtak legelőször a területen, az az őslakosok igen ellentmondásos, elsőbségi követeléseihez vezethetne, így a politika a tudományjal karöltve igyekszik eltusolni a két antropológus fantasztikus felfedezését, így az úgynevezett kis vörös emberek egyelőre nincsenek tudományos Elismerbe. Itt érdekességképpen említeném meg, hogy ugyebár a görög ókori feljegyzések is vörös törpéket említettek, ha a titokzatos kabirokról volt szó. Ha az eddig elhangzottak nem lettek volna önmagukban is lenyűgözőek és rejtélyesek, most lássuk, milyen szenzációs leletek és felfedezések gondoskodtak arról az elmúlt évtizedekben, melyek alapján már biztosan át kell írni a jövő nemzedékeinek történelemkönyveit, különös tekintettel az őskori előemberekre illetve az evolúcióra. Az Indonéziában a lenyűgöző Flores szigeten élő őslakos nép a nágék legendáiban már évszázadok óta szerepel egy apró termetű kis lény, akit a nágék Ebu Gogónak neveztek el. Az őslakosok kicsi, nagyon gyors, szőrös teremtménynek írták le az ebukogót. A kutatók sokáig csak legyintettek ezen mitoszokra, és semmiféle valóság alapot nem véltek felfedezni az Ebu Gogóról szóló legendák mögött, amikor egy 2003-as szenzációs felfedezés egyértelműen arra utalt, hogy a tudományos világnak alaposan el kell gondolkodnia, és komolyan vennie a szőrös kis lények az Ebu Gogókról szóló történeteket. Ugyanis azon évben a Flores szigetén felelhető Liambua barlangban legalább kilenc személy őskori leleteit tárták fel régészek, Azonban az igazi szenzáció a fosszíliák méretében rejlett. A legmagasabb példány 106 cm körüli magassággal rendelkezett, a többi pedig valószínűleg még ettől is kisebb volt. A leleteket hamar el is nevezték floreszi hobbitoknak, illetve homo floresiensisnek, és elképesztőnek tűnt, hogy Flores szigetén valaha egy valóságos törpenép élhetett, sőt, nem is olyan régen még biztosan élhettek párhuzamosan az emberrel, hiszen az ebu gogókról még az 1800-as évekből is maradtak fent feljegyzések. Számos elmélet keringett a kis hobbitok eredetével kapcsolatban. Jelenleg egyes tudományos körök azt feltételezik, a floresiensis kapcsolódik egy korai homo vonalhoz, és elképzelhető, hogy a homo habilis testvérfaja volt, és valamikor 100.000 és ezer évvel ezelőtt érkeztek a szigetre, megelőzve minden más embert, ám valószínűleg még ennél is régebben élhettek ezek az apró emberelődők Floresen, hiszen találtak mellettük olyan kőeszközöket, melyek akár 190 ezer évesek is lehetnek. A Homo floresiensis elképesztő történetében nem merülnék bele mélyebben, hiszen ezen különös felfedezésről és az ebu gogókról már készítettem egy teljes videót, itt a csatornámon megtekinthetitek. Most térjünk rá egy másik káprázatos leletcsoportra, a Homo luzonensisre, azaz a luzoni ember fantasztikus históriájára. Luzon a Fülöp-szigetek legnagyobb szigete, trópusi fenyőerdők és hegyvidéki esőerdők borítják, és ezen gyönyörű helyet nézegetve a képeken még szédületesebbé teheti a kedvünket az a tény, hogy ezen a területen néhány tízezer évvel ezelőtt aprók is emberek élték mindennapjaikat. A Káláó barlangban fedezték fel kutatók, a Káláó mennek elnevezett lény fosszíliáit, melyek nem csak azt jelzik, hogy ezek a pici emberek luzonban éltek a késő pleisztocén idején, hanem ugyanabban a történetben időszakban jártak keltek a Földön, mint például a Homo sapiens. Egy 2011-es, illetve egy 2015-ös ásatás sorozat után további 12 csontot és fogat fel, a régészek szerint három különböző személy maradványai ezek a fosszíliák, ezek a személyek pedig nem voltak magasabbak egy méternél. Ez elképesztő felfedezés volt. Florán Détroá, a Párizsi Természettudományi Múzeum professzora 2019-ben így nyilatkozott. Ezek a fosszíliák igen különböző jellegzetességeket mutatnak az Australopithecus, a Homo sapiens, a Homo erectus és a Homo floresiensis fajok genetikájával. Egy ilyen tulajdonságokkal rendelkező faj sem sorolható a jelenleg általunk ismert fajok közé. Tehát a kutatók egyértelműen azt állapították meg, a Homo luzonensis egy teljesen új, eddig felfedezetlen ember előtt, akik a Homo floresiensis -hez hasonlóan törpeméretűek voltak, ám ennek ellenére a Flores, illetve a Luzon szigetén felett fosszíliákat összehasonlítva nem egyfajt alkottak. Bár még bizonytalan feltevés, de Détroá a feltárt lábcsontok alapján úgy véli, a homo luzonensisek ugyanúgy kényelmesen jártak két lábon, mint amilyen ügyes famászók voltak. A kutatók arról is meg vannak győződve, hogy a homo luzonensis volt az egyetlen ember szabású, mely lakta ezt a területet. Luzon egy hatalmas földterület és jól elszigetelt, ahol az apró kis emberek békében élhettek és fejlődhettek, még a nagyobb termetű elődeink ki nem szorították őket. A kérdés az, honnan érkezhettek, és vajon már alapvetően aprócskának születtek? Létezik ugyanis egy jelenség, az úgynevezett izolált zsugorodás, amikor elszigetelt körülmények között a túlélést elősegítve egyes nagyobb testű élőlények méretei jelentősen lecsökkennek, alkalmazkodva a környezethez, melyben élnek. Talán ilyen izolált zsugorodáson ment keresztül a luzoni ember és a homo floresiensis is. Matthew Tucci antropológus így vélekedik. Ezek a leletek csak még bonyolultabbá és zavarosabbá teszik a humán evolúcióról alkotott, sok esetben egyébként is bizonytalan képünket. Ez a felfedezés jelentős új bizonyíték arra, hogy javítsuk az emberi evolúcióval kapcsolatos tudásunkat, mert az sokkal érdekesebb és összetettebb, mint azt korábban gondoltuk. Jelenleg túl sok újdonságot nem tudok mondani eme két különös kis törpefajról, hiszen gőzerővel folynak a kutatások. Baziatik, denegek, kabirok, pigmeusok, negrítók, floreszi hobbitok, luzoni törpeemberek. Azt hiszem, kezd kikristályosodni a kép, micsoda élőlények járulhattak hozzá a világ törpe mítoszainak kialakulásához. Azonban a történetnek itt még korán sincs vége, a következő fejezetekben ismerkedjünk meg újabb lenyűgöző, rejtélyes, és jelenleg még megmagyarázhatatlan leletekkel. Wyomingban, az Egyesült Államok nyugati részében járunk, Kárben megyében, azon belül is a monumentális San Pedro hegységben. 1932-t írunk, midőn két személy, bizonyos Frank Kerr és Cecil Main behatoltak a hegység sziklái közé, céljuk arany kutatása volt a térségben. A két kutató egy arany aranyvénát követett, mely legnagyobb csalódásukra eltűnt egy sziklafalban. Kerr és nem adták fel, úgy döntöttek, dinamittal felrobbantják a falat, hogy hozzájuthassanak a sziklafal mögött lévő vélt kincsekhez. Így is történt, a robbanás megrázta a környéket, Kerr és pedig izgatottan rohantak a robbanás helyszínére. Amint a robbanásból származó por leülepedett, csalódottan vették tudomásul, hogy az arancsík eltűnt, viszont a sziklafalban egy hatalmas rés tátongott. A robbanás megnyitott egy barlangot, mely négy láb széles és 15 láb hosszúságú volt. A kis végén egy többenetes felfedezést tettek. Egy apró múmia ücsörgött a homályban, törökülésben, karjai a törzsén pihentek. Ker és eleinte azt hitték, egy ügyesen megmunkált szoborról van szó, azonban hamar rájöttek, hogy a lelet valamikor egy élő ember lehetett. Bőre ráncos, ám de sértetlen volt, a fejet kocsonyás anyag borította, az orra lapos volt csak úgy, mint a koponyája, szemei kidudorodtak, vékony, széles szája pedig egy teljes fogsort rejtett. A kis múmia 18 cm volt ülve, ám lábaival együtt 36 cm-es, súlya pedig mindössze 360 g. Kertésményt nem igazán hajtotta a tudományos kíváncsiság. Azonnal rájöttek, hogy a múmiával jó pénzeket tudnak majd keresni, így 60 mérföldre Kasper városába szállították a figyelemre méltó leletet. A múmiát, mivel San Pedro hegységeiben találták, elnevezték Pedrónak, és a lenyűgöző múmia igen méltatlan helyzetbe került. Vásárokon mutogatták, Mítetsz városában egy Floyd Jones nevű férfi kiállított a drogériájának kirakatában, ahol jó pénzt keresett ajándék tárgyainak eladásával, ugyanis a hátborzongató múmia sok vevőt vonzott. Később egy Ivan Goodman nevű kereskedő birtokába került, aki egy üvegdobozban állította ki az alábbi felirattal. Ez a legfantasztikusabb legfantasztikusab felfedezés a az egész világon. világon. Ez egy Ez valódi, valódi törpe, ami fennmaradt, ami fennmaradt, fennmaradt az utókornak. Pedroról elterjedt, hogy több ezer éves, és az emberi faj őse. Természetesen, ahogy az évek során egyre több ember fülébe eljutott a kismumia híre, a tudományos világ is megneszelte a dolgot, és útnak eredtek, hogy megvizsgálhassák Pedro testét. Az 1930-as évek végén sor is került az első röggenfelvételre, mely egyértelműen bizonyította, hogy Pedro egykoron egy valóban élő ember volt. A kérdés inkább azon irányba fordult, vajon mi okozhatta Pedro apró méretét. Valóban egy törpével állunk szemben. Mondanom sem kell, hogy a múmiát vizsgáló kutatók szinte semmiben sem értettek egyet. Abban a konszenzus közös volt, hogy a Pedro nevű múmia erőszakos halált halt, ugyanis több csontja is eltört, illetve koponyáját egy súlyos ütés zúzta össze. A múmiát a New Yorki Amerikai Természettudományi Múzeum és a Harvard Egyetem antropológiai tanszéke is ellenőrizte. Ezen intézmények kutatói, köztük Harry Shapiro is azt állapították meg, hogy Pedro egy csecsemő holteste, mely egy anenszempália nevű betegségben szenvedett. Az pália egy súlyos veleszületett rendellenesség, ilyen esetben a gyermek lapos koponyával születik, vak és süket, eszméletlen, ám az agytör sértetlen és működőképes. A kutatók bizonyítékként bemutatták egy az 1500-as évekből származó Csikita nevű csecsemő mumiáját, mely ugyanebben a korban szenvedett, Csikita és Pedro között valóban nagyfokú a hasonlóság. Azonban bizonyítható, hogy Pedro nem csecsemő, hanem egy kifejlett, felnőtt ember volt. Pedro felnőtt emberekéhez kapcsolódó jellemzőket mutatott. Teljes, kifejlett fogazata volt, gyomrában szilárd ételmaradványokat találtak, a röggen vizsgálatok alapján Pedro korát 16 és 60 év közé tették. Később egyes szakértők úgy vélték, Pedro egy indián törpe lehetett, hiszen a Wyoming környékén élő indiánok legendáiban gyakran szerepel egy Nimerigár nevű apró, fürge és mágikus képességű kislény. Az indiánok szerint a nimerigárok az erdők sűrűjében és a sziklák között élnek. Sajnos további vizsgálatokra már nem kerülhetett sor, miután 1950-ben egy dr. Leonard Wadler nevű férfi megvásárolta Pedrót. Utoljára a kis mumiát 1975-ben állították ki Floridában, innestől nyoma veszett, dr. Wadler azt állította, egy szélhámos miatt elkeveredett tőle a furcsa kis lelet. Számomra igen elképesztő és szomorú, hogy egy ilyen fontos leletet pazári majomként adták kézről kézre a helyet, hogy további vizsgálatokat végeztek volna rajta egy szimpla vizsgálaton kívül. Talán a kispedró Pedro egy a luzoni emberhez vagy a floreszi hobbithoz hasonló apró nép tagja lehetett, akik ott éltek Wyoming erdős, sziklás területén. És vagy egy törzsi rítus miatt áldozták fel, vagy a behatoló nagytestű emberek ölték meg egy támadás alkalmával. Engem nem hagy nyugodni a gondolat, hogy talán Pedro az egyik legépebben maradt törpe fosszília lehetett, melyet valaha is talált az emberiség. Genetikai betegségben szenvedett, esetleg alapvetően aprónak született. Ezt a titkot álhatatosan őrzi a San Pedro hegység és azok az emberek, akik valamilyen oknál fogva eltüntették Pedro kis múmiáját a nyilvánosság elől. Európa szerte találhatóak föld alatti alagutak, több száz ilyen építményről van tudomásunk, ezek nagy része a Német Bajorországban és a szomszédos Ausztriában lelhetőek fel. Ausztriában Erdstalként hívják őket, ami azt jelenti, hely a föld alatt. De más területeken úgy ismerik, mint például Srakelok, ezt goblinjuknak fordíthatjuk. Ezek az alagutak elképesztően alacsonyak és keskenyek, átlag magasságuk alig egy méter, szélességük pedig 50-60 cm, ezáltal egy átlagos magasságú embernek négy kézláb kell másznia bennük, de némelyik annyira keskeny, hogy csak igen kis termetű emberek tudnak kúszni bennük. Csak Bajorországban 700 ilyen alagút található, átlag 20 és 50 méter hosszúak, ezeket átjáró kötik össze, amolyan mini labirintusok. Az erstalok régi parasztházak, temetők és erdők alatt húzódnak, az alagutak általában egy nagyobb, kamraszerű helyiségben érnek véget. Az biztos, hogy emberkész vágyta ki őket, azonban régészeti leletek jóformán nem lelhetőek fel a belsejükben, eltekintve néhány vasdarabtól. Az ezen tárgyak a radiokarbonos kormeghatározás szerint a 10.-13. századból valóak, ám az erstalok kutatója, Heinrich Hus vizsgálatai alapján úgy gondolja, a föld alatti apró alagútrendszerek egy része 5000 évesnél is idősebb lehet. Az alagutak túl kicsik ahhoz, hogy pinceként, élelmiszer tárolóként vagy lakóhelyként használják, sírok szintén nem lehetnek, hiszen emberi maradványokat egy alagútban sem találtak. Búvóhelynek sem alkalmasak egy átlagos méretű embernek, hiszen, mint említettem, nem lelhetőek fel az alagutakban régészeti leletek, ezért valószerűtlen, hogy az emberek, például gyerekek itt bújtak el egy háború idején. Az Erstal alagutak egész Közép-Európában megtalálhatóak, mint említettem, Bajorországban 700, Ausztriában 300, illetve lelhetőek még fel Spanyolországban, Nagy-Britanniában vagy Franciaországban a pontos számuk körülbelül 2000. Szintén nagyon fontos leszögezni, hogy az erstalok nagy része annyira kicsi, hogy meg sem nyitják a turizmus számára, hiszen a normál emberek egyszerűen nem férnek el bennük. Egy nagyobb átjáró hely, ahol a felnőtt emberek négy kézláb elboldogulnak, Felső Ausztriában, Perg városának közelében található. Felmerül a kérdés, ha az Erdstallok túl kicsik ahhoz, hogy felnőtt emberek elférjenek benne, akkor vajon miféle népek válhatták ki a föld alatt ezeket az apró alagutakat? Ami szintén nagyon figyelemreméltó, hogy egyetlen ókori vagy középkori feljegyzés sem származik ezen alagutak készítéséről, ami még rejtélyesebbé teszi az Erdstallok ügyét. Hogy lehet az, hogy soha egyetlen történetíró sem jegyezte fel ezen pici alagutak létrehozását? Talán azért, mert nem is tudtak róla, hogy valakik elkészítették ezen föld alatti alagutakat. Mondanom sem kell, a legendák úgy tartják, az erstalokat apró koboldok, törpék építették. Egyébként miért ne lehetne ez lehetséges? Ha kus professzor elméleteit követjük, egyes erstalok 5000 évesek is lehetnek. Ez az időszak pont egyezik azzal, amikor az ókor emberei állítólag vadáztak a különös, gyors lábú kis szerte a világon. Talán ezek az erstalok bizonyítják, hogy ezen üldözött apró népek a föld alatt leltek menedékre az agresszív homo sapiens faj elől. És nem lehetséges, hogyha nem is itt éltek életvitelszerűen, hiszen régészeti leletek ezt nem bizonyítják, mindössze pár órás bujkálásra használták üldözőik elől, majd miután tiszta lett a levegő, újra előbújtak és élték tovább életüket a hegyekben és a sűrű erdőkben hiszen ne feledjük. Napjainkban sem sikerült megfejteni az erstalok rejtéjét, és számos olyan alagút van, melyekben még négy láb sem férnek el felnőtt emberek. Akkor az erstalok talányára miért ne lehetne egy lehetséges magyarázat a korai időkben élt, titokzatos kis apró népek létezése? Világunk egy elképesztően rejtélyes hely, tele titkokkal és talányokkal, mely misztériumok egy részét abszolút lefedik az apró népekről szóló különös és lenyűgöző történetek. Azt hiszem az elmúlt 50 percben hallott legendák, tények, régészeti felfedezések együtt állnak össze egy kerek egészé, és bár százszázalékosan nem álmodomban kijelenteni, de jó magam biztos vagyok abban, hogy a kontinensek, országok mitoszai, igazak és valaha tőlünk jóval apróbb emberkék tevékenykedtek a fölnevű bolygón, míg nem különböző tényezők hatására népcsoportjaik eltűntek, kihaltak, vagy visszahúzódtak, elbújtak az ártó, törtető, mindent az uralma alá hajtó emberek. Ezen apró népek emlékét pedig az afrikai pigmausok vagy az ázsiai törsek őrzik. Sőt, én abban is biztos vagyok, hogy az ember mellett párhuzamosan, akár néhány száz éve is még éltek olyan felfedezetlen apró csoportok kis populációkban a sűrű esőerdőkben, ahová néhány őslakos benszülöttön kívül az úgynevezett civilizált ember el sem jutott. Jogos a felvetés, hogy akkor miért nem találunk szerte a világon apró népektől származó fosszíliákat. Ne feledjük, a luzoni ember és a floreszi hobbit is kimondottan új felfedezések, és jelenleg is kutatják ezen kis emberek eredettörténetét, evolúcióját. Ki tudja, nagyon mélyen a földben, barlangokban, hegységekben, miféle aprócsontok hevernek szerte a világban, melyeket még nem fedeztek fel. És ezek a leletek feltárásra várnak, és ez a feltárás már ma megtörténhet, de akár évtizedek múlva. Denegek, kabirok, floresi hobbitok, törpék, manók, koboldok. Ők mind részei homályos, de elképesztően izgalmas és sokrétű történelmünknek, ezért vegyünk számba minden eshetőséget, mielőtt a gúnyolódásra adjuk a fejünket. Azt hiszem, ezzel a titokzatos apró népek képviselői is mindannyian egyetértenének. És a távoli jövőben az sincs kizárva, hogy a történelem könyvekben már nem varázserejű koboldokról, bányász dvergekről, hanem gyógyfüveket jól ismerő, törpenövésű természeti népekről olvasunk, akik egykoron valószínűleg egész bolygónkat benépesítették. Nektek mi a véleményetek a titokzatos apró népek legendáiról, alapvetően történelmünkről, a törpékről és a videóban elhangzottakról? Gondolataitokat, elméleteiteket szívesen várom komment formájában itt a videó alatt. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok, ha érdekesnek találod a munkásságomat, kérlek iratkozz fel ide, és a JV Cooper a világ legbrutálabb csatornámra is, illetve kövess be a JV Cooper Facebook oldalt. Ha van kedved, csatlakozz a csatornatagság funkcióhoz, ahol a novelláimból készített videóimat nézheted meg. Nagyon szépen köszönöm minden tagnak a támogatást. A következő epizód hamarosan érkezik, addig is az erő legyen veletek. Sziasztok!